Vészi Gábor vagyok, a Prezinél dolgozom. Először van, akinek nem mond a Prezi semmit. Wow, tök jó. Új ügyfelek vagy userek. Tehát Prezi az egy prezentációs eszköz, magyar startup. Ma már annyira nem startup, most nagyjából 70-en vagyunk. Amúgy egy amerikai cég, de magyarok a tulajdonosai. És ilyen prezentációkat lehet csinálni vele, mint az enyém. Tehát, hogy kapsz egy nagy fehér kanvaszt, és arra rárakod a gondolataidat, és közötte tudsz zoomolgatni. Aki látott már ilyet, nagyon könnyű vele rossz prezentációkat csinálni, tehát így tudod a kamerát túlzottan mozgatni, és például a mozivászton így eléggé sokkoló tud lenni, ilyen tengeri beteg lehet az embertől. Tehát prezentációs eszköz vagyunk, ami amúgy egy ilyen Software as a Service cég, tehát egy weboldalra fölmentek, regisztráltok, és onnantól kezdve prezentációkat tudtok csinálni, ezt megosztani másokkal, közösen szerkeszteni, ilyesmi. Kevés számadatunk publikus, egyetlen, ami tudom, hogy publikus, az a usereink száma. Ez egy viszonylag sikeres szolgáltatás, jelenleg 12 millió userünk van. Az utolsó egy hónapban 1 millió user jött. Tehát viszonylag dinamikusan fejlődünk, úgyhogy ezt a infrastruktúrával is le kell tudnunk követni. Egy pár szó arról, hogy milyen az architektúránk. Maga ez a prezentáció, amit láttok, ez egy flashes alkalmazás. Most, hogy már letöltöttem ide a gépre a prezentációmat, igazából nem nagyon kommunikálok a szerverrel. Néha logolgat ez a kliens, de igazából az már nem szükséges. És emögött van egy szerver, vagy több szerver, több különálló rendszer, amit HTTP-n ér el ez az editor. És ott igazából egy teljesen szokásos webes stack található, Django-s Python alkalmazás mögötte szokásos kellékekkel. Maga a szerver architektúránk az egy hibrid rendszer. Amikor elkezdtük csinálni, akkor konkrétan azt hiszem egy darab virtuális géppel indultunk, aztán egy darab fizikai szerverrel lett két fizikai szerver, és így fejlődtünk tovább. Nagyon sokáig csak fizikai szervereink voltak. Ezek eleinte csak a Rackspace-nél voltak, Dallasban, tehát kint Amerikában. Aztán elkezdtük használni az Amazon EC2-es gépeket is. Elkezdtük használni a Rackspace-nek a cloudját, és aztán mostanában elkezdtük használni a SoftLayer nevű mások ilyen infrastruktúra szolgáltató termékeit. Náluk is szintén fizikai gépet és cloudot is használunk. Nagyon hasonló ilyen ábrát már láttunk több előadásban, tehát általában ugye minden rendszerén ilyen rétegekből épül föl. Van egy gépterem, amiben vannak fizikai gépek, azon van egy operációs rendszer, és abban valamilyen futó alkalmazások, és akkor erre jön még rá maga az az alkalmazás, amit mi írunk, és ezzel szolgáltatunk az ügyfeleknek. Mi úgy gondoljuk, hogy reméljük, hogy jók vagyunk az alkalmazás írásában, de tehát az igazából a core kompetenciánk. Valószínűleg nem mi üzemeltetjük legjobban az operációs rendszereket és hardvereket, de nem is szeretnénk, tehát nem ez a célunk. Ha lehet, azt szeretnénk elérni, hogy így a hardware és a gépterem az számunkra egy fekete doboz legyen, tehát ha lehet, akkor még emberrel se kelljen beszélni, de meg tudjuk rendelni, ott van, működik és használjuk. Az operációs rendszerre egy kicsit kettős a viszonyunk. Én amúgy rendszergazdaként indultam, ezt elején elfelejtettem elmondani. Most az infrastruktúra csapatban dolgozom, itt én kettős a feladatunk, a rendszergazdai feladatokat is csináljuk, és magát a backendet fejlesztjük. Tehát én ugye amúgy vonzódom az operációs rendszer réteghez, de ez igazából ugye szükséges rossz, tehát nem erre kell az időnket szánni, hanem az alkalmazással kell foglalkozni. Ebben nagyon jó a cloud, tehát hogy itt a cloudon tényleg a alsó két réteg az teljesen fekete doboz, és valamennyire az oprendszer része is, mert amikor bebútol a gép, már ott van egy oprendszer, és nem nekem kell rátelepíteni, de ezt azért például legtöbb gépteremben is el tudjuk érni, és valószínűleg nem is nagyon van erre szükségünk, egy oprendszert feltelepíteni 3 perc kb. Automatikusan. Magukat, az alkalmazásainkat szeretjük ilyen viszonylag modulárisan felépíteni. Ez azt jelenti, hogy ahogy mondtam, több ilyen HTTP-n elérhető webservice-ből áll maga a backendünk. Van például a prezi.com, ahova elmentek, és akkor ott mondjuk kilistázza az összes prezentációtokat. Van egy Prezi Storage, ahova
menteni lehet prezentációkat is betölteni, és van sok más szolgáltatás. Ezekben az a jó, hogy ezeket teljesen különálló egységként kezeljük, nagyon kevés a dependencia közöttük, és ezért, hogyha az egyikben valami hiba van, az nagyon könnyű megakadályozni, hogy túlterjedjen a többibe. És nyilván vannak olyan modulok, amik, hogyha lehalnak, akkor nagyjából az oldal értelmét veszti. Tehát, hogyha például nem tudod betölteni a prezentációidat, akkor annyira nem hasznos az oldal, de például fizetni még továbbra is tudsz, úgyhogy ez hasznos. Ezt a moduláris felépítést, ezt szeretjük követni az alkalmazás alatt is, azért rajzoltam itt sok ilyen kis négyzetet. Ez konkrétan azt jelenti, hogy például a Present Storage-unkat azt úgy építettük föl, hogy egy config változóban meg lehet mondani, hogy milyen konkrét storage hátteret használ, használja a React-ot, Cassandra-t, S3-at, vagy akármi mást. És ezt, amikor fejlesztettük, egyébként pont ez egy olyan példa, hogy konkrétan párhuzamosan fejlesztettük a Cassandra-s, a React-os és a S3-as backendet, elindítottuk mind a hármat párhuzamosan, néztük, hogy melyik hogyan teljesít, és aztán egyelőre most úgy tűnik, hogy az S3-as backendet használjuk, de ez még a következő hetekben változhat. Az, hogy ilyen modulárisan építünk föl mindent, annak több előnye van. Az egyik az, hogyha valamivel nem vagyunk elégedettek, akkor nagyon könnyű kicserélni. Általában csak egy ilyen vékony, ilyen absztrakciós szintet kell átírni, hogy van egy olyan modulunk, aminek azt mondod, hogy add ide a prezentációt, aminek ez az ID-ja, és akkor ez a modul kitalálja, hogy ő neki igazából mi van mögötte, és azokat a konkrét S3 read hívásokat meghívja. És amikor mondjuk át akarunk árni Rackspace Cloudon erre a storage megoldásra, akkor csak annyi a feladatunk, hogy ezt a S3 hívást kicseréljük a Rackspace-es hívásra. És pluszban ennek nagyon nagy előnye, hogy ezek a kis modulok, ezek külön-külön monitorozhatók. Tehát teljesen biztosan tudjuk azt, hogy például egy web requestnél, egy prezentáció mentésnél melyik layerbe mennyi időt töltünk el, melyiken kell optimalizálni, hogyha akarunk. Amikor hiba van, akkor elmegyek a dashboardunkra, ahol látom az összes storage-sal kapcsolatos grafikont, és pontosan látom, hogy az S3-as storage-ban a cache rétegben a latency megnövekedett, és most ezért vannak problémák. Igen. Na, és akkor most jön igazából az érdemi része az előadásomnak, hogy miért jó a cloud, és fejleszteni miért jó rá. De először is mi az a cloud? Szerintem mindenki más tért rajta, majd volt olyan érzésem, hogy van, aki mondjuk az index.hu-t is cloudnak érzi, mert igazából egy újság a felhőben, és egy neten tudjátok elérni. Én most itt az előadásban az Amazon Web Service-eket értem mondjuk alatta, tehát főleg EC2 és mondjuk a kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Igen, azt mondjuk elfelejtettem mondani, hogy mi például a EC2 mellett Amazonból viszonylag sok mindent használunk. Használjuk a Q megoldásokat, az SQS-t, a S3-at, ahogy mondtam, SimpleDB-t, a DynamoDB-t, és szerintem még van, amit most elfelejtettem. Tehát van pár olyan ilyen tulajdonság, amit sokan mondanak, és általában ezekről mindenki tud. Van például a költség. Ez szerintem abszolút nem igaz, tehát mi csináltunk konkrét számításokat, és nagyon speciális feladatokra tényleg olcsóbb a cloud, de főleg amikor már háromnál több instanszod van, akkor nem igazán éri meg. Van egy nagyon jó előadás, itt ez majd fönt lesz a prezentációm neten, és akkor el tudtak ide menni, ezt a YouTube Play gombra rákattintotok és megnézhetitek, egy 10 perces előadás, és nagyon jó. Itt van benne ez az ábra, amit szintén láttok. Ha megnézitek, az Intel évről évre kb. Duplázza a processzorok teljesítményét ugyanazon az áron, tehát így mondjuk az utóbbi pár évben a számítási kapacitás ára az folyamatosan esett. Ezzel szemben EC2-nél ezt egyszer volt árcsökkentés. Tehát szerintem most ez teljesen egyértelműen kijelenthető, hogy a magas számítási kapacitás az drágább amúgy a cloudban, mint fizikai vason. Nyilván vannak egyéb költségek is, tehát mondjuk ha egy kétfős startup vagytok, és amúgy igazából egy EC2-es instance elvisz mindent, akkor teljesen felesleges fölvenni egy rendszer hozzá, hogy telepítsen rendes fizikai vasra dolgokat, amikor igazából lehet, hogy 3 hónap után bedől a teljes vállalkozásotok, és feleslegesen ott lesz egy szerver. Másik indok, amit sokat hallani, hogy nagyon egyszerű skálázni. Ez az, amit egyszerűen nem értem, hogy miért mondanak az emberek, mert ez teljesen nem igaz. Tehát nagyon-nagyon speciális dolgokat nagyon könnyű skálázni.
Általában mondjuk webszervert, hogyha webalkalmazásodat jól írod meg, az tényleg könnyű skálázni, mert állapotot nem tárol. De például szívesen megnézem, amikor valaki hétvégén leállítja az adatbázis szervereit, mert éppen nincsen terhelés. Ez is tudom, hogy megoldható, mi is csinálunk ilyesmit, de azért nagyon nem triviális. Tehát nem az, hogy fejlesztem otthon a gépemen az alkalmazást, és akkor na jönnek a userek, akkor menjünk át a cloudba, és mostantól skálázni fogunk, ez nagyon nem igaz. Vannak olyan feladatok tényleg, amire nagyon jó, és ha tudatosan így fejlesztjük az alkalmazásunkat, akkor tényleg meg tudjuk csinálni, hogy egyszerű skálázni. Itt van egy példa, ami nem tudom, ezek a vékony vonalak mennyire látszanak. Egész jól. Nagyon szeretjük a grafikonokat, ez egy grafikon a mi aktuális rendszerünkből. A kék vonal az a... Kezdem előről, tehát amikor... Mint mondtam, ez a Prezi, ez egy flash alkalmazás, és tudtok bele médiafájlokat feltölteni, videót, PDF-et, akármit. De magába a flashbe, mint ilyen konténerbe nem lehet igazából beágyazni bármilyen médiát. Tehát például PDF-et nem lehet, azt át kell konvertálnunk előbb SVF-re, és akkor utána azt az SVF-et tudjuk beágyazni. Ezért igazából, amikor a userek feltöltenek médiákat, kb. Így a képek kivételével mindent konvertálnunk kell. Ezt a konverziót, ezt például EC2-n csináljuk, és mivel általában prezentációt az emberek munkaidőben csinálnak, hétvégén annyira nem, ezért tényleg elég ingadozó a terhelés. És mondjuk a usereink nagy része az Egyesült Államokban van, tehát a terhelésünk az egész jól leköveti az amerikai irodai nyitvatartásokat, tehát annyira, hogy még a nemzeti ünnepeket is látni. Tehát mit látunk itt a grafikonon? Az egyik, a kék az az, hogy mennyi konverziós job végzett sikeresen az utóbbi percben. A másik grafikon pedig az, hogy mennyi konverziós instanszunk futott EC2-n. Ez a két grafikon nyilván nem ugyanaz igazából, tehát hogy külön, el vannak skálázva egymáshoz képest. Itt csak azért állítottam be most így, hogy látszik, hogy a formájuk nagyon követi egymást. Itt viszonylag nehéz fejlesztések árán elértük azt, hogy írtunk egy monitorozó démont, ami folyamatosan nézi, hogy hány ilyen beérkező job van, mennyi várakozó van, mennyi élő, éppen konverziós instanszunk van, és ennek megfelelően indít gépeket és állít le gépeket. És ezért egész jól így le tudjuk követni a terhelést, és tényleg hétvégén most itt mint a negyen annyi konverziós gépünk fut, mint mondjuk szerdán csúcsidőben. De ez egy nagyon tudatos fejlesztés volt, ami ez nagyon, tehát ezt hozzáértő embernek kellett fejleszteni, elsőre nem is sikerült. De például azt nem tudom, hogy mindenki számára megvan-e, hogy az EC2, meg ugye általában a cloud az azért nem így korlátlan, tehát hogyha így elkezdesz indítani instanszokat, akkor egy idő után azt mondja, hogy ne. És akkor kell neki írni, hogy de én szeretnék több instanszt indítani, és akkor megemelik ezeket a limiteket. Nálunk most ez a limit egyébként 200 instansz, tehát mi most max 200 instanszt tudunk indítani. És például, amikor ez a monitorozó, ilyen autoscaling scriptünk elromlik, akkor van olyan, hogy elindítunk 200 instanszt, úgyhogy igazából nem akarunk. Tehát ez abszolút nem egy triviális probléma megoldani a skálázást. Amit általában a szolgáltatók maguk adnak ilyen skálázás megoldást, az kb. Annyit tud, hogy nézi a CPU terhelést a gépen, és mondjuk esetleg még diszkiót tud, meg hálózati iót, de szerintem nagyon kevés olyan alkalmazás van, amit ez igazán jól le tud írni. Igen, másik jó tulajdonság, hogy automatizálni lehet mindent, ez szerintem is tényleg zseniális, ezt nagyon nem is akarok róla beszélni, tényleg jó, de azért azt látni kell, hogy ezt igazából nem túl nehéz megoldani fizikai vason se. Ma már nagyon sok olyan data center van, ahol konkrétan webes appin keresztül lehet automatikusan gépeket rendelni, és igaz, hogy nem 3 percen belül van ott a futórendszer, de mondjuk ott van 3 órán belül, és azért nagyon-nagyon ritka szerintem az, amikor fontos az, hogy 3 órán belül ott legyen egy rendszer. Főleg, hogy szerintem azért, hogyha megnéznénk a cloudon futó alkalmazások nagyját, ott a skálázás azért úgy néz ki, hogy a fejlesztő bemegy hétfő reggel az irodába, és látja, hogy hú, valami lassú, akkor belép a AWS konzolra, és plusz egyet így megnyomja, és akkor elindul egy instance. Tehát automatikusan nem nagyon szoktak szerintem skálázni az emberek. De ha akarnak, akkor egyébként fizikai vason ugyanúgy meg tudnak csinálni. A másik nagyon nagy előnye szerintem az, hogy eldobható rendszereket kapunk.
tehát agilisek tudunk lenni, és gyorsan ki tudunk próbálni ötleteket. Ellenpéldaként itt felhoznám azt, hogy amit mondtam, a Rackspace-nél vagyunk. Ott például egy fizikai vasat megrendelni, ez mondjuk így jó esetben, hogyha pont olyat rendelünk, ami amúgy raktáron van nekik, akkor egy hét. Ha valami custom kérésünk van, akkor ugye átlagban mondjuk 3-4 hét szokott lenni, de igazából 6 hetet vállalnak. Most például a switchet szeretnénk cserélni, amit abszolút nem szokásos kérés náluk, úgyhogy arra egy több mint egy hónapja várunk csak az árajánlatra. Tehát, hogy ezzel szemben cloudon, amikor például mondtam, hogy a storage rendszerünket hogyan fejlesztettük, az egyébként egy kb. Egy hónapja volt ez a projektünk, akkor így összeültünk, és kitaláltuk, hogy mit akarunk csinálni, délután már futottak a rendszerek, és egy első verziót el tudtunk kezdeni tesztelni rajtuk, és akkor utána hogy persze folyamatosan fejlesztettük még egy héten keresztül, és utána, ahogy mondtam, versenyeztettünk három megoldást, és a végén kidobtunk kettőt, tehát hogy így nagyon könnyen lehet tesztelni ötleteket. Arra is nagyon jó, hogy általában nagyon kevés olyan rendszer van, aminek előre tudod, hogy mekkora kapacitás kell neki. Ezért teljesen jó megoldás, hogy elindítasz n darab instanszt, amivel biztos, hogy leviszed a terhelésedet. Ha probléma van, akkor még indíthatsz persze viszonylag gyorsan, és akkor amikor így már látod, hogy kb. Mennyi terhelés van, akkor egy részét legalább átköltözheted fizikai vasra, mert megbízhatóbb, olcsóbb, meg a rendszergazdák jobban szeretik. Tehát ezek az ilyen nyilvánvaló előnyök, de szerintem vannak, amik ennél fontosabbak. És igazából ez a mondandója az előadásomnak. A cloud rossz, tehát katasztrofális teljesítmény van, megbízhatósága, és ezért rákényszerít minket arra, hogy okosak legyünk és jól fejlesztjük az alkalmazásainkat. Tehát például megbízhatatlan. Ez mit jelent? Pár hetente látunk olyat TC2-n, hogy eltűnik egy-egy instanszunk, hálózaton nem elérhető, szerintük fut, hiába indítjuk újra, akkor sem érhető el hálózaton, így egyszerűen csak meghal, és annyit tudunk, hogy töröljük az egész instanszt, és indítunk egy újat. Nem tudom, hány alkalmazás van arra felkészítve, hogy ilyen módon így eltűnjön az adatbázis mondjuk mögül-e. Tehát ezeket így előre tudatosan fel kell készülni, például, hogyha adatbázis eltűnik, mit tudunk csinálni. Nagyon jó módszer például, hogy a user a beállításait ott tárolja az adatbázisban, de hogyha eltűnik az az adatbázis, akkor egy kicsit szigorúbb default beállításokkal jelenítjük meg neki az oldalt, és valószínűleg észre sem fogja venni, főleg, hogy általában a userek 90%-a nem nyúl hozzá a beállításaihoz. Másik nagyon fontos, hogy kezdetektől terveznünk kell, hogy egy-egy komponens hibája ne terjedjen tovább. Tehát, hogyha mondjuk lehal az adatbázisunk, amiben a user beállításai vannak, és nem készítettük fel rá az alkalmazásunkat, akkor se legyen az, hogy mondjuk ez a prezentáció mentését befolyásolja, mert igazából nekem már be van töltve egy prezentáció, akkor nincsen szükségem arra, hogy a profil adataimhoz hozzáférjek. Ez mind megoldható, csak a kezdetektől tudatosan figyelni kell rá. Ha később jut eszünk be, akkor általában sokkal nehezebb megvalósítani ezt. Másik tulajdonsága, hogy eszméletlen rossz a diszkió és a networkió. Ez azt is jelenti, hogy a maximumot ki tudunk belőle hajtani, nagyon kevés és megbízhatatlan. Tehát nagyon sokszor látunk olyat, hogy diszkre írunk valamit, ugye monitorozunk mindent, és így látjuk, hogy egyszer csak így kétszer olyan lassú lesz a maga a rendszer, és így nem tudunk semmit csinálni, valószínűleg valaki még azon a gépen elkezdett valamit terhelni, és így jártunk. Erre fel kell készítenünk az alkalmazásunkat. Mi például az adatbázisunkat eddig megúsztuk, hogy így igazán skáláznunk kéne. Egy viszonylag erős adatbázis szerver elviszi a teljes MySQL forgalmunkat. Ezt például a cloudon kezdetektől nem tudtuk volna megoldani. A legnagyobb ilyen EC2-es cloud instance, amire adatbázist ők szolgáltatnak, hogy te tudsz adatbázist rakni, töredékét tudja teljesítménybe annak, amit a mi fizikai vasunk. Csak egy ilyen triviális dolgot mondjak, de SSD-s instanszt nem tudsz venni EC2-n, ami pedig adatbázis szervernél ma már azért eléggé alap. Ez mind kikerülhető egyébként, hogy tehát ez a katasztrofális jó, ez azt jelenti, hogy tudatosan figyelned kell arra, hogy minden rétegen cache-elj, ahol tudsz. Ez ugye plusz komplicitást ad a alkalmazásodban, cache invalidálás az ugye az egyik legnehezebb probléma az informatikában. És érdemes olyan dolgokra is figyelni, hogy például biztos, hogy szükség van mindennél az adatbázisra. Valószínűleg a legtöbb feladatot meg lehet oldani adatbázis nélkül is. Max mondjuk nem teljesen valós idejű az elérés. Tehát itt mondjuk gondolok arra, hogy van, én üzemeltetem mondjuk a Facebookot, és én kommentelek egy poszton.
akkor nem kell az, hogy rögtön az adatbázisba frissüljön ez, hogy ott én csináltam egy posztot, hanem annyi, hogy az én cache-mbe, amit én látok, ott fölül kell írni, hogy ott van ez a poszt, és elküldeni egy background jobot, hogy közben majd a többiek adatbázis tábláiba is írjuk be ezt a posztot. Ilyen trükkökkel nagyon sokat lehet nyerni. Szívem csücske a konfiguráció management. Kinek mond valamit a konfiguráció management? Oké, a többségnek nem mond semmit. Konfiguráció management alatt én a chefet és papitet értem, és az ilyesmit. Ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy tudok egy kódot írni, ami leírja azt, hogy hogy néz ki nálam mondjuk egy webszerver, és el tudok indítani egy teljesen szűz operációs rendszert, megmondani neki, hogy te webszerver vagy, és beállít mindent. Fölrakja a szükséges csomagokat, a konfigurációs fájlokat, mindent. És ezt folyamatosan utána is menedzseli a rendszereket, tehát én kitalálom holnaptól, hogy egy frissebb verziója fusson az Apache-nak a webserveringen, akkor egy helyen átírom, és utána az automatikusan megtörténik mindenhol. Enélkül a cloudban viszonylag nehéz az életünk. Ugye cloudon alap, hogy indítgatunk új rendszereket, és ez egy idő után nem nagyon skálázódik, hogy minden egyes új rendszernél belépünk és föltelepítjük kézzel az Apache-ot, aztán amikor már van pár száz gépünk, akkor mindegyiken végig kell menni, amikor upgrade-elni akarjuk. Ez így nem működik, ezért elengedhetetlen, hogy konfiguráció menedzsmentet használjunk, és ez nagyon jó, mert amúgy is megéri használnunk. Mi egyébként eljutottunk már arra a szintre, hogy most teljesen minden rendszerünk le van írva ilyen eszközökkel. Tehát például ennél a storage-os projektnél tényleg egy nap alatt teljes ilyen alkalmazásteket föl tudtunk húzni, több applikációs szerverrel, több adatbázissal, minden. Úgyhogy a felét egyébként közbe kellett megírnom, mert a Cassandra-s ilyen config management dolgaink nem voltak megírva, mert akkor telepítettünk Cassandra-t először. Nagyon megkönnyíti az életünket. És mivel hogy folyamatosan indítunk gépeket, ezért azt is folyamatosan teszteljük, hogy nulláról be tudják állítani a rendszereinket, amit amúgy így hosszanfutó rendszereknél néha sikerül eltörni. Ehhez kapcsolódó téma ez a Test Driven Infrastructure. Ez egy viszonylag új mozgalom, amit ilyen, az ilyen DevOps mentén szeretik az emberek ezt hangoztatni. Ugye a rendszergazdák egyre inkább a fejlesztőkhöz kezdenek hasonlítani, és viszont ez azt is jelenti, hogy a rendszergazdák is szeretik tesztelni például, hogy jól működik-e az, amit ilyen config management rendszerben megírtak. Tehát mi például most dolgozunk ilyenen, hogy legyenek ilyen parancsaink, hogy Jenkins-be, akár vagy bármilyen test szerverbe be tudjuk azt kötni, hogy indíts el egy teljesen új, teljesen szűz storage clustert, és utána futtass rajta mondjuk az alkalmazás tesztjét, és akkor itt teljesen tudjuk nulláról azt biztosítani, hogy ha mondjuk jön egy nagyon nagy plusz terelés, akkor akár teljesen új, kompletlen rendszereket egy parancssal föl tudunk húzni. Ja, és igen, és ez egyébként adja még azt is, hogy ha valakinek szüksége van egy új tesztrendszerre, stage-nek hívnak, vagy nem tudom, tehát hogy mondjuk valami rizikós új dolgot akar egy fejlesztő kipróbálni, akkor egy teljesen komplett rendszer tudunk neki indítani, és ott tud játszani. Másik probléma, hogy szerintem egy hagyományos rendszergazdának az ilyen alap eszköze az IP failover. Ez ugye mit jelent, hogy nagyon sok helyen a magas rendelkezésállást úgy oldjuk meg, hogy mondjuk van két storage szerverem, de igazából egyszerre csak az egyik aktív, folyamatosan szinkronizáljuk át az adatot a másikra, és amikor meghal az éppen aktív instans, akkor az IP címét felhúzzuk a másik gépen, és a user észre se vesz semmit, továbbra is szolgáltatunk. Ezt cloudon viszonylag nehéz megoldani. Meg lehet oldani, de nagyon nagy ez a failover idő. Tehát valós hardware-en másodpercen belül bőven meg lehet egy ilyet csinálni. Cloudon ez rossz esetben több perc is lehet akár. És ugye ez mondjuk valószínűleg nem teljesen oké, hogyha a rendszerünk pár percig nem elérhető azért, mert valami meghalt, ami ugye folyamatosan előfordul a cloudon. Igen, még egy. Tehát hogy ez egyébként rákényszerít minket arra, hogyan tudunk ezzel ellen küzdeni. Úgy tudunk ellene küzdeni, hogy nem ilyen aktív-passzív magas rendelkezéssel ezt csinálunk, hanem folyamatosan több aktív rendszerünk van, és ezek között valamilyen logika szerint elosztjuk a forgalmunkat. Így, hogyha egy kiesik, akkor valószínűleg egy másik át tudja venni a forgalmat. Tehát ilyen lineárisan skálázható rendszert csinálunk.
Másik, ami főleg egy rendszergazdának szörnyű érzés, ez szerintem minden rendszergazda, aki először elkezd cloud-dal dolgozni, ez az, ami leginkább zavaró. Nem tudom megnézni, hogy a hálózaton pontosan miért nem úgy mennek át a dolgok, ahogy én gondolom, hogy most éppen memória hiba van, azt nem tudom letesztelni. Tehát nagyon sok mindent ilyen rendszer szinten nehéz debuggolni, mert egyszerűen elfedi előlünk. Nem tudok oda menni és meghallgatni, hogy a diszk most kattog-e, vagy csak én gondolom úgy, hogy valami hibája van. Tehát egyszerűen nem tudunk pár dolgot debugolni, de ez igazából egy nagyon jó dolog, mert általában, tehát mint ahogy mondtam, a mi kompetenciánk nem az, hogy diszkeket üzemeltetünk, és kitaláljuk, hogy a hálózaton miért nem úgy mennek át a dolgok, ahogy. Pedig a zsigeri ösztönünk valószínűleg ez lenne, de mivel itt nem is lehetséges, ezért nem is csináljuk, és ez valószínűleg a cégnek hasznos. Egy másik probléma, ami nagyon vicces tud lenni, hogy ugye minden automatizálva van, ezért apikon keresztül beszélünk mindennel, de ezek az apik, ezek el tudnak tűnni. Tehát például nekünk volt olyan, hogy ez az automatikus skálázás, amit használunk apit ebbe a rendszerbe, az egyszerre nem tudtunk új EC2 instanszokat indítani. Ez ugye eléggé problémás tud lenni, hogyha mondjuk így a vasárnapi terhelésből átmenjünk hétfőre, és nem tudunk gépeket indítani, ezért fel kell készítenünk a rendszerünket arra, hogy mi van, hogyha nem tudunk új EC2-es instanszt indítani, akkor valószínűleg az a megoldás, hogy Rackspace Cloudon vagy valahol máshol indítsunk el instanszokat. Tehát így összességében szerintem nem annyira jó a cloud, mint ahogy az emberek gondolják. Tényleg nagyon-nagyon jó, én is nagyon szeretem, de nagyon sok hibája van, amire fel kell készítenünk az alkalmazásunkat. Ez viszont egy jó dolog, mert igazából miután már jól működik a rendszerünk cloudon, azután át tudjuk költöztetni fizikai vasra, és akkor mi is boldogabbak vagyunk, a költségeket is tudtuk redukálni. És utána igazából a jó cél szerintem az, hogy egy része fizikai vason van, és aztán mondjuk ezeket az ingadozásokat a terhelésbe azt le tudjuk kezelni cloudon. Ahogy nézem, kifutottam én is az időből, úgyhogy tőlem is kb. De egy gyors kérdés szerintem belefér.